Tímea állandóan az, aki volt. Csupán a férj kezd napról napra jobban elkomorodni. Órahosszant elül neje mellett, néha a kezét is kezében tartja, de szemébe nem néz, s föl kell, eltávozik anélkül, hogy valamit szólt volna. A férfiak utoljára is nem tudnak annyira uralkodni titkaik fölött, mint a nők. Egy időben Tímára azt a szokást veszi fel, hogy útra távozik. Megmondja, mikor várják, és aztán a mondott napnál hamarabb hazajön. Máskor szokatlan órákban lepi meg nejét, mikor éppen nem várt rá senki. Úgy tesz, mintha véletlen hozta volna haza, s nem akarja mutatni, mit keres. De a homlokára van írva. Gyanakodik. Félt. Egy napon azt mondta Mihály odahaza, hogy le kell mennie Levetincre, ahonnan csak egy hónap múlva kerül majd elő. Minden úti készület úgy volt intézve, hogy hosszú időre távol marad. Mikor a házastársak búcsúcsókot váltottak egymással, hideg, látszólagos, szerződéses csókot, Atali is jelen volt. Atali mosolygott. Más talán észre se vette volna-e mosolyt, más talán nem is érezte volna ki belőle azt a gúnyt, amit Mihály megérzett. A káröröm, a bolondul járt embert lenéző gúny volt abban. Ez a mosoly volt az, mely azt mondja, csak te eredj. Mihály magával vitte a kárvágyó gúnymosoly fullánkját az útra. Délig utazott e fullánkkal Levetinc felé, délben visszafordítá a kocsiját, s éjszakára hazakerült Komáromba. Lakásának külön bejárása volt az ő szobájába, s annak a kulcsát mindig zsebében hordá. Bemehetett anélkül, hogy valakivel tudatta volna visszaérkeztét. Saját szobájából aztán egy közös előszobán keresztül eljuthatott Tímea hálószobájába. Neje sohasem szokta zárva tartani hálószobája ajtaját. Sokáig szokott olvasni lefekvés után, s a komornának rendesen be kellett hozzá nézni, hogy nem maradt-e égve a gyertyája. Tímea hálószobáján volt túl Atali és Zófia asszonyé. Mihály nesztelenül közelített az ajtóhoz, s óvatosan nyitá fel azt. Csend volt. Aludtak. Az éjjeli lámpa tejfehér ernyője mögül halaványvilágot derengetett a szobában. Mihály félrevonta az ágy függönyét. Ugyanaz az alvó, szent szobra feküdt előtte, akit a Szent Borbála kajütjében oly nehéz szívdobogások között keltett életre egykor. Most is olyan mélyen látszott aludni. Nem érezte meg, hogy Mihály közel van. Nem látta őt meg lecsukott szempilláin keresztül. Pedig az alvónő meglátja álmában is, zárt szemmel is azt, akit szeret. Mihály odahajolt keble fölé, s számlálta szívdobbanásait. Nyugodtan, rendesen vert a szív. Semmi áruló jelenség, semmi tápszer annak az éhes szörnyetegnek, aki martalékát keresi. Sokáig álltott, és nézte az alvó alakot. Egyszer aztán felrezzent, s Atalit látta maga előtt. Atali fel volt öltözve, s egy viasztekercs volt a kezében. Megint az a bántó gúny mosoly az arcán. Ön itthon felett valamit? Kérte suttogva Mihálytól. Mihály reszketett, mint a tetten kapott tolvaj. Pszt! Inte Atalinak, az alvóra mutatva, s elsietett az ágy mellől. Irataimat felettem itthon. Felköltsem Tímeát, hogy adja elő? Tímár bosszus volt, hogy először életében rajta hagyta magát kapatni alakoskodáson, hiszen iratai nem álltak Tímeánál, hanem saját szobájában. Ne költse fel! Nálam vannak, csak kulcsaimat kerestem itt. S már megtalálta? Kérdé gúnyosan Atali, és aztán meggyújtá a viasztekercset, s szolgálatkészen világított Mihálynak a szobájáig, ott letette a viasztekercset az asztalra, és nem távozott el. Mihály zavarodott tekintettel hányt vetett iratai között, nem találta, amit keresett, hiszen nem is tudta, hogy mit keres. Utoljára bezárta íróasztalát anélkül, hogy kivett volna belőle valamit. Ismét találkozott azzal a gúny mosolyjal, amely Atali ajkain koronként elvonaglott. Parancsolnám valamit? Kérdezi Atali, felfogva a rászögezett kérdő tekintetet. Mihály nem szólt semmit. Akarja ön, hogy beszéljek valamit? Mihály körül zúgott a világ erre a szóra. Nem tudott szólni. Akarja ön, hogy Tímeáról beszéljek? Súga Atali, közelebb hajolva hozzá, szép kígyó szemeivel igézete bűvkörébe hódítva a kábult férfit. Mit tud ön? Kérdi hevesen Mihály. Mindent.
Akarja ön, hogy beszéljek? Mihály habozott. De előre mondom, hogy ön akkor nagyon szerencsétlen lesz, ha azt megtudja, amit én tudok. Beszéljen! Jó, tehát hallja meg tőlem. Én olyan jól tudom, mint ön maga, hogy Tímea önt nem szereti, és ön olyan jól tudja, mint én, hogy Tímea kit szeret. De egyet nem tud ön, csupán én. Azt, hogy Tímea olyan hű önhöz, mint egy angyal. Ti már összerezzente szóra. Ugye mást várt tőlem? Ugye jól esett volna hallania tőlem, hogy neje megvetésre méltó, hogy azt gyűlölheti, eltaszíthatja magától? Nem, uram. Ön egy alabástrom szobrot vett el, aki önt nem szereti, de aki önt meg nem csalja. Ezt csak én tudom. De én jól tudom. Ó, ennek a férji becsülete jól meg van őrizve. Ha a mesék százszemű árgusát fogadta volna ön meg, nem volna jobban megőrizve, mint általam. Amit ez a nő tesz, szól, kigondol, én mind megtudom azt, és nem érezhet a szíve mélységében olyan titkos érzést, amit én ott meg ne találjak. Ön jót tett a becsületével, mikor engem a házához fogadott. És ön nem fog innen engem elűzni, pedig gyűlöl, mert jól tudja, hogy amíg én itt vagyok, az az ember, aki önre nézve rettegés, az ön családi kincseihez nem fog közelíthetni. Én vagyok a gyémántzár az ön házán. Tudjon ön meg mindent. Mikor ön elmegy a városból, addig az ideig, amíg ön ismét visszatér, az ön háza egy kolostor. Semmi látogatást itt el nem fogadnak, se férfit, se asszonyt. Ami levelek az asszonyhoz érkeznek, azokat ön ott találhatja íróasztalán, felbontatlanul. Elolvashatja, vagy tűzbe vetheti, ahogy tetszik. Önnek neje az utcára ki nem megy az alatt, míg ön távol van, csupán kocsin és velem. Egyedüli sétája a sziget, s ott én mindig vele vagyok. Én látom őt szenvedni, de nem hallom panaszkodni. Hogy is panaszkodhatnék nekem? Nekem, aki ugyanazt a poklot szenvedem, amit ő. És ő miatta szenvedem, mert amióta az ő szellemarca e házban megjelent, azóta vagyok szerencsétlen. Addig boldog voltam. Szerettek. Ne féljen ön, nem fakadok sírva. Nem szeretek már, csak gyűlölök. Nagyon gyűlölök. Rám bízhatja a házát. És ön járhat-e világba szerte szét, és nyugodt lehet. Itthon hagyott engem, és amíg ön visszatértében nejét élve találja, addig tudhatja, hogy az önhöz hű maradt. Mert én, uram, ha azzal az emberrel csak egy édes szót váltana valaha, ha csak egy nyájas mosolygást viszonozna neki, ha csak egy levelét elolvasná, nem várnék önre, hanem megölném őt magam, s ön csak a temetésére jönne haza. Már most tudja ön, hogy mit hágy idehaza. A kifent gyilkot, melyet a szerelemféltő dű az ön felesége szívének tart szegezve, s ön egyiloknak az árnyékában fogja mégis minden nap a fejét nyugalomra hajtani, s ugyanakkor, mikor irtózik tőlem, kénytelen hozzám kétségbe esetten ragaszkodni. Ti már lelkének minden erejét zsibbadni érzi e baljóslatú szenvedély kitörése alatt. Én elmondtam önnek mindent, amit Tímeáról, és önről és magamról tudok. Még egyszer elmondom. Ön nőül vett egy leányt, aki mást szeret. Az a más az enyém volt. Ön elvette tőlem ezt a házat, apám vagyonom mind az ön keze alatt hullott a porba, s aztán úrnővé tette ön e házban Tímeát. És most láthatja, hogy mit tett. Önnek a neje nem nő, hanem mártír, és önnek nem elég az, hogy maga szenved, hanem még amellett azt is kell tudnia, hogy akinek elnyeréséért annyit küzdött, azt is szerencsétlenné tette, hogy Tímea boldogtalan fog lenni addig, amíg ön él. Ezzel a fullánkkal hagyhatja ön el a házat, Levetinci úr, és nem fog-e fájdalmára írt találni sehol, és ennek én örülök, szívemből örülök. A hölgy lángoló arccal, csikorgatott fogakkal, villogó szemekkel hajolt a férfi fölé, ki lankadtan roskadt egy karszékbe, s a leány összeszorított ökle, mintha egy láthatatlan törd döfne annak szívébe. És most
Üsszön el ön házából, ha tud. A leány arcáról eltűnt minden nőiesség. Az álcázott alázatosság helyett a féktelen indulat kihívó döjfe uralgott azon. Üzzön el ön innen, ha tud. S büszkén, mint egy győzelmes démon hagyta el Mihály szobáját. Még az égő viasztekercset is fölvette az asztalról, és elvitte magával, otthagyva a sötétben a lesújtott férjet. Hiszen megmondta már neki, hogy ő nem alázatos szolgálója, hanem védördöge ennek a háznak. És Mihálynak úgy súgta valami, mikor azt a leányt az égő viasztekercsel kezében Tíme a hálószobájának ajtaja felé közeledni látta, hogy felugorjék helyéből, megragadja a hölgy karját, keresztbe tegye a lábát azon ajtó előtt, és azt mondja neki, tehát maradjon önmagára itt, ez elátkozott házban, ahogy ígéretem kötelez, de nem együtt velünk. S aztán berohanjon Tímeához, miként ama végzetes estén, midőn a hajó elsüllyedt, s felkarolva őt fekhelyéről erém kiáltással, süllyed a ház, meneküljünk, fusson vele ki a házból, és vigye őt olyan helyre, ahol nem őrzi senki. Ez a gondolat zúgott agyában. Így kellene most tenni. A hálószoba ajtaja felnyílt. Atali még egyszer visszatekintett rá. Ezután belépett a hálószobába, az ajtó bezárult, s Mihály ott maradt a sötétben. Ó, milyen nagy sötétben! Aztán hallá, hogy a hálószoba zárában kettőt fordul a kulcs. Az ő sorsa el volt ítélve. A sötétben fölállt, tapogatózva kereste össze úti szereit, nem gyújtott világot, nem csinált nagy neszezést, hogy föl ne ébresszen még valakit a háznál, meg ne tudják, hogy itthon járt. Mikor a sötétben mindent összeszedett, csendesen kilopózott az ajtaján, halkan zárt a kulccsal, mint a tolvaj, mint a szökevény, s nesztelenül osonva hagyta el a házat. Kiűzte őt abból az a leány. Künn az utcán az áprilisi zivatar hózáporral fogadta. Jó idő az olyan embernek, aki nem akar észrevétetni. A szél süvöltött az utcákon, a hó szemközt vágott, s Tímár Mihály útra kelt egy födetlen szekéren, olyan időben, amikor egy jó kutyát nem kellene kiverni a házból.